Tisztelt házelnök úr, tisztelt miniszterelnök helyettes úr, tisztelt jelenlévők! 1944 végén, a világháború végén, a hadi események végeztével, a front továbbvonulásával és a fegyverek elhallgatásával a Kárpát-medencei magyarság és a területen élő német nemzetiség számára nem a béke és a nyugalom időszaka következett el, hanem további, még keményebb megpróbáltatásokkal kellett szembenézniük. A történelmet a győztesek írják, szokták mondani, és ebben az esetben a történelmet író győztes Szovjetunió a kollektív bűnösség kreált elve alapján bűnös nemzetnek nyilvánította az összmagyarságot és a német nemzetiséget is. Ennek fényében, ami számukra következett a vesztes világháború záróakkordjaként, az nem volt más, mint deportálások, kényszermunka, Málenki robot. Sztálinnak és a szovjet vezetésnek a magyar nemzet megbüntetésére vonatkozó szándéka már 1943 nyarán körvonalazódni látszott, amikor Vjatcheszláv Molotov, szovjet külügyi népbiztos a következőket írja a moszkvai brit nagykövethez. A szovjet kormány úgy véli, hogy azért a fegyveres segítségért, melyet Magyarország Németországnak nyújtott, a felelősséget nem csak a magyar kormánynak kell viselnie, hanem kisebb vagy nagyobb mértékben a magyar népnek is. A kárpátaljai magyarságnak ekkor kezdődik meg a második kisebbségi korszaka, és a régió nem csupán szovjet befolyási övezet lesz, hanem közvetlenül a birodalom fennhatósága alá kerül. 1944. szeptemberének végén, októberének elején jelennek meg a szovjet csapatok, a Vörös Hadsereg katonái, egészen pontosan a 4. Ukrán Front katonái a térségben, és ezzel megkezdődik a szovjet rendszer kiépítése Kárpátalján. A szovjetizálás folyamatának kétségtelenül a legtragikusabb, legmegrázóbb intézkedése a kárpátai magyarság számára a Málenki robot volt. 1944. november 12-én ülésezett a Kárpátalját megszálló 4. Ukrán Front katonai tanácsa, és ezen az ülésezésen meghozták az akkor még szigorúan titkos 0036. számú parancsot, amelyben elrendelték, hogy össze kell írni mindazokat a 18 és 50 éves korú német és magyar nemzetiségű hadköteles személyeket, akik Kárpátalján élnek, jegyzékbe kell venni őket, és listák szerint osztagokban, konvoj alatt, hadifogó gyűjtőhelyre kell őket irányítani. Másnap, november 13-án megjelenik a Városparancsnokság második számú parancsa felzetű falragasz, amely Kárpátalja valamennyi településen hirdette a 18 és 50 év között lévő magyar és német nemzetiségű hadköteles férfiaknak a jelentkezését. A felszólításban azt is odaírták, hogy abban az esetben, hogyha a felszólítottásra kötelezett személy nem jelentkezik, akkor haditörvényszék elé lesz állítva. A jelentkezés utolsó napján, november 16-át jelölték meg. Ezután pedig megkezdődött a toborzás és az összegyűjtése az embereknek, amely különböző településeken, különböző módszerekkel és különböző indokokkal történt. Például Ungváron igazolás megkapása vagy átvétele indokával és ürügyével gyűjtik össze az embereket, ami azt jelentette, hogy a szovjet hatalom képviselői azzal hitegették a felszólított lakosságot, hogy ezután az igazolás átvétele után joguk lesz a Vörös Hadsereg által megszállt, vagy ahogy akkor ők fogalmaztak, a Vörös Hadsereg által felszabadított területen a szabad közlekedésre. Más esetben, és a legtöbb településen a csupán három napig tartó köz, illetve jóvátételi munka volt a magyarázat, a kis munka, a Málenki robot, amely később terminológiává vált fogalom, ma fémjelezték, és fémjelezzük ma is az akkor történt szomorú eseményeket.
Kárpátalja valamennyi településén a jelentkezésre szólító parancs naponta ki lett hirdetve, naponta többször is kidobolta a kisbíró, és több visszaemlékező tanúsága szerint az is elhangzott, hogy abban az esetben, hogyha a felszólított személyek nem jelentkeznek, nem tesznek eleget a parancsnak, akkor felkoncolják az egész családjukat. November 16-a után az összegyűjtött személyeket a városparancsnokságon, a különböző gyűjtőhelyeken, a településen közrefogják NKVD-s katonák, és megkezdődik a szétválogatásuk. Ahogy ezt az előbb a házelnök úr beszédében is hallottuk, aki ruszinnak, ukránnak vagy szlováknak vallotta magát, és el tudta mondani a mi atyánkot ezeken a nyelveken, azokat hazaengedték. Akik ragaszkodtak magyar nemzetiségükhöz, azokat továbbra is ott tartották. Mindezeket támasztják alá az alábbi idézetek is, az alábbi visszaemlékezések. A visszaemlékezők egyöntetűen megtorlásként tekintenek tulajdonképpen erre az eseményre, és többen is úgy gondolták, és az interjúikban elmondták, hogy akinek megsukták, és úgy látta jónak, vagy élni akart, az beiratta magát ukránnak. Kárpátalján egyébként megfigyelhető volt, hogy a görögkatolikusok által is lakott falvakban, egyes helyeken a görögkatolikusú vallású személyek megmenekültek a Málenki robot szörnyűségei alól, ami azzal magyarázható, hogy a megszálló szovjet hatalom képviselői őket automatikusan ukránnak, szláv nemzetiségűnek tudták be, és ezért elkerülték a deportálások szörnyűségeit. Mindezek arra engednek következtetni, hogy a Kárpátaljáról történt elhurcolásoknak az elsődleges oka mindenképpen az etnikai tisztogatás volt a térségben, amelyhez a sztálini rezsim számára kellő ideológiai alapot szolgáltatott a kollektív bűnösség elve. Az elhurcolások okait vizsgálva egyébként az egész Magyarország területéről meg kell jegyeznünk azt, hogy nem mindig azonos szempontok vezérelték a szovjet vezetést. A témával immáron több évtizede foglalkozó magyarországi történészek, például Bognár Zalán, Stark Tamás írásaikban leírják például, hogy a budapesti és a környéki elhurcolások tekintetében az elsődleges ok a hadifogoly létszám kiegészítés volt, amelynek a hátterében Budapest elhúzódó ostroma állt például. Tudniillik, a főváros ostroma rendkívüli módon elhúzódott, 51 napig tartott, és csak 1945. február 13-ára sikerült befejezni. És az ostromot vezető Malinovszkij marsall rendkívüli módon félt a megtorlástól. Ezért, hogy elkerülje ezt, a jelentéseiben a fővárost védő, valós védősereg száma helyett, ami kb. 80 ezer fő lehetett, 180-200 ezer főről tesz jelentést. Az ostrom végeztével azonban ezt a létszámot a marsallnak produkálnia kellett hadifoglyok formájában, és ő ezt meg is tette, mégpedig úgy, hogy parancsára a Vörös Hadsereg szovjet katonái elkezdik összefogdosni Budapest civil polgári lakosait, munkából hazatérve, megbújva a lépcsőházakban, őket is gyűjtőhelyekre szállítják. Illetve nem hanyagolható még el, és nem hagyható figyelmen kívül a deportálások okait tekintve a Szovjetunió óriási munkaerő szükséglete a II. Világháború után, hiszen a romokban heverő birodalom újjáépítéséhez a Szovjetunió felhasználta a deportáltakból hatalmas kényszermunkásra szertett sereget tulajdonképpen. Illetve Magyarország esetében is az okok közül nem hagyható ki az etnikai tisztogatás, amely leginkább a magyarországi német nemzetiségek esetében érvényes. Ezen okoknál fogva az akkori Magyarország területéről a kutatások szerint jóval több mint 200 ezer, egyes adatok szerint 220-250 ezer civil, polgári lakos került sztálini lágerekben.
A kárpátaljai deportáltak létszámát illetően arra a névsorra tudunk hagyatkozni, ami jelenleg a kárpátaljai állami levéltárban található, és 1945. júniusában a kárpáton túli Ukrajna néptanácsának a rendeletére írták össze, abból a célból, hogy felmérjék a területről származó sztálini lágerekben raboskodóknak a létszámát. Ez a névsor több mint 24 ezer kárpátaljai nevét tartalmazza. Ezek azonban a közvetlen áldozatok száma. Hogyha figyelembe vesszük azokat az asszonyokat, anyákat, akik hirtelen egyedül maradtak, és egyedül kellett vállalniuk a családfenntartás nehézségeit, vagy azokat a gyermekeket, akiknek egyik napról a másikra kellett felnőniük, munkába állniuk, és segítkezniük édesanyjuknak a családfenntartás nehézségeiben, akkor az áldozatok száma jóval több, ennek a többszöröse akár a százezeres nagyságrendet is eléri. A névsorból több mindent megtudhatunk, és bár elméletileg ugye a parancs, ahogy ez már többször is elhangzott a mai nap folyamán, a 18 és 50 éves korú férfi lakosságot érintette, a névsorban szerepel például 76 éves sztálini lágerben raboskodó személy, illetve 18. életévüket még be nem töltött 16-17 éves fiatalkorúak is. A kárpátaljai összegyűjtött férfi lakosság első gyalogos menetoszlopait 1944. november 18-án indították útnak a szolyvai gyűjtő és elosztó tábor felé. Ide kerültek egyébként azok a csonkaberekből származó, elhurcoltak is, kb. 1700 fő, akik szintén a sztálini rezsim áldozatául estek. Szolyván a deportáltak között az embertelen körülmények, a járványok, az éheztetés miatt aratott a halál. Akik túlélték ezeket a megpróbáltatásokat, azokat kiéheztetve, átfagyva, emberi méltóságukban megalázva tovább hajtották az uzsoki hágón keresztül, egészen Sztáré Szamborig, ahol bevagonírozva őket marha, illetve teherszállító vagonokba megkezdődik a kiszállításuk a Szovjetunió különböző lágereibe. Az évekig tartó raboskodás ideje alatt a családtagokkal történő kapcsolattartás szinte lehetetlen volt, csak a legritkább esetben sikerült egyáltalán értesíteni őket arról, hogy életben vannak. Ezen kivételes esetek egyikét támasztja alá az alábbi ábra is, ami nagyon nehéz körülmények között hazajuttatott, évtizedek alatt megőrzött és mára már nagyon rossz állapotban lévő levél, üzenet. A szövege csak ennyi, üzenet haza, élünk, és egy adott településről a még életben lévő névsorát tartalmazza. A deportáltak a Szovjetunió úgynevezett Gupvi lágereibe kerültek, ami a Glavnoje upravljenje vojnoplanih i internirovanih, vagyis hadifogoly és internátügyi főparancsnokságot jelent, és az NKVD, vagyis a belügyi népbiztosság irányítása és felügyelete alá tartozott. Ide kerültek a hadifoglyok és az internáltak is. A Gupvi lágerek ugyanúgy az NKVD irányítása alá tartoztak, mint a másik típusú lágerrendszer a Szovjetunióban, a köztudatban talán jobban benne lévő gulág lágerek, ami ugye a lágerek főparancsnokságát jelenti. A fő különbség a két lágertípus között a hadifoglyok odakerülésében fogható meg, mert még a Gupvi lágerekben nem volt fontos a személyeknek a kiléte, egy volt fontos, hogy meglegyen a létszám, ahogy azt a Budapest környéki deportálások bizonyítják, vagy pedig, hogy egy adott etnikumot izoláljanak, mint a kárpátai magyarság esetében, addig a gulág lágerekben a koholt vádak alapján, koncepciós perek útján oda került értelmiség, politikai foglyok, történelmi egyházaknak a képviselői, a kulágperek áldozatai kerültek. Nem ez volt az egyetlen deportálási hullám Kárpátalján. 1944. decemberében megjelenik a szintén szigorúan titkos 0060. számú parancs,
amely a régióban még megmaradt német etnikumot érintette. Ez a parancs már a német nemzetiségű nőkre is vonatkozik, a 18 és 30 év közötti munkaképes német nemzetiségű női lakosságra. Csak azok az asszonyok menekültek meg, akiknek egy éves kortól kisebb gyermekük volt. Közben pedig nem feledkezhetünk meg arról, hogy folyik a kárpátaljai társadalomnak a lefejezése, az értelmiségnek, a történelmi egyházak képviselőinek, a volt tisztségviselőknek, a vagyonukból kiforgatott kuláknak, mint osztályellenségnek kikiáltott magyar gazdáknak a perbefogása és szintén sztálin lágerekbe történő deportálása. A Szovjetunió fennállásának éveiben nem lehetett megemlékezni, nemhogy megemlékezni, de még beszélni sem az 1944-es eseményekről. Ma azonban ez nem így van, és nem csak jogunk, de kötelességünk megemlékezni az elhurcoltakról, és a mi felelősségünk, hogy a fiatalok megismerjék az 1944-ben történteket, hogy a történelemoktatásban és a közgondolkozásban a súlyának megfelelően kezeljék az akkori eseményeket, mert csak abban az esetben lehet erős nemzeti identitásról beszélni, hogyha ismerjük nemzeti történelmünket, és hogyha ismerjük nemzeti történelmünknek ezt a szomorú időszakát is. Köszönöm a figyelmet!